Sziasztok! Én Csűri Stefán vagyok, és ez egy újabb DaVinci Resolve 17 videó, amiben azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan tudunk belassítani egy 60 fps-es videót, hogyan tudunk belőle 24 vagy 25 fps-es lassított felvételt csinálni, vagyis ha te még nem tudod esetleg, hogy mi is pontosan az fps, vagy csak érdekel, hogyan lehet lassítást csinálni, akkor maradj velem, és nézzük is meg! És hogy mit is jelent az FPS? Az FPS angolul frame per second, rövidítése annyit jelent, hogy képkocka per másodperc, vagyis az adott mozgókép hány képkockát tartalmaz másodpercenként. Mikor megalkották a mozgóképet, akkor hamar rájöttek, hogy mennyi az a képkocka szám, ami után már folyamatosan látjuk a képünket, mindenféle akadozás nélkül, ez pedig a 24 volt. Vagyis 24 fps, az azt jelenti, hogy 24 képkockát látunk másodpercenként. Elmondhatjuk, hogy egy játéknál például minél több az fps szám, annál jobb. Nem mindegy, hogy egy lövöldözős játéknál például mennyire látjuk tisztán a terepet, mozgást közbe, milyen gyorsan látjuk egyébként a lövéseket, hogy azok elmosódva jelennek meg, vagy pedig tűélesen. De visszakanyarodva a videószerkesztéshez, ugye minél magasabb az FPS számunk, annál jobban be tudjuk lassítani az adott felvételünket. Most nekünk itt lesz egy 60 FPS-es file, amit majd 25 FPS-re fogunk lassítani, vagyis, hogyha ezt kiszámoljuk, elosztjuk a 25-öt 60-nal, akkor kijön, hogy 41,6%-ra tudjuk lassítani, úgyhogy vágjunk is bele, nézzük meg, hogyan tudjuk ezt DaVinci Resolve 17-ben belassítani ezt a videót. Láthatjátok, hogy itt van nekem ez a két file, amit én felvettem a Canon 80D kamerámmal, és hogyha rákattintunk, itt a jobb felső sarokban látjátok a file-nál, hogy itt a frame rate-nél ez 59,94 frame per szekundummal lett felvéve. Tehát ha ezt a kis videórészletet lejátszom, akkor láthatjátok, hogy ez sima, egyszeri lejátszásba így fog kinézni, és ha ezt szeretnénk belassítani, akkor jobb egérgombbal rákattintunk, és kiválasztjuk a Change Clip Speed részt, és akkor én itt 42%-ot meg fogok neki adni. Ezt bepipálom, és miután rámegyünk a Change-re, láthatjátok, hogy hosszabb is lett a videó, és ha lejátszom, akkor így fog kinézni ez a lassítás. Na most ezt jobban nem is tudom lassítani, mert akkor 25 fps alá menne, de azért megmutatom nektek, hogy milyen, amikor megpróbálom jobban belassítani. Mondjuk 30%-ot, hát nem 300, hanem 30%-ot beírok, és így játszom le, akkor nem tudom mennyire látszik, hogy sokkal szaggatottabb az egésznek a mozgása. Ahogy esnek le a kávészemek, nem olyan folyamatos a mozgás, hanem szaggatott. Van itt egy másik videófájlunk, ha ezt lejátszom, akkor ez egy slideres felvétel, vagyis jobbra elcsúsztattam a kamerát, és így vettem fel ezt a kávégépet. Most annyit csinálok ezzel, hogy ha visszamegyek itt jobb felső sarokba a videóra, akkor picit balra döntöm, mert el van feldülve a kamera egy kicsit, illetve rázumolok így, és még annyit fogok csinálni, hogy rákattintok itt a stabilizációra, mert egy picit remegős lett. Most hagyom, hogy dolgozzon, és miután megvan, akkor láthatjátok, és lejátszom nektek. Ezek után ezt is be fogom lassítani, rámegyek jobb egérgombbal erre a file-ra, és egyszerűen Change Clip Speed,
és utána 42%-ot adok meg neki, és egyszerűen leokézom, és hogyha lejátszom, akkor láthatjátok, hogy szép folyamatos még a mozgásunk, mivel 60 FPS-ről lassítottunk 25 FPS-re. Na most, ha ezt tovább szeretném lassítani, akkor láthatjátok, hogyha itt megadom, itt 30%-ot beállítok, és innen lejátszom, akkor megfigyelhető, hogy már szaggatott a mozgás, mivel a 25 frame per szekundom alá mentem. Igazából tömören ez lenne a lényege az FPS számnak, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, és újat mondani, hogyha igen, és tetszett ez a videó, akkor létsz egy lájkot dobjatok rá, ha nem vagytok még feliratkozva, és szeretnétek újabb hasonló videókat látni tőlem, akkor létsz, iratkozzatok fel, illetve a kis harangra kattintsatok rá, és remélem találkozunk a következő részben. Sziasztok!